aki részt vesz a mai rendezvényünkön, amelyet a Magyar Biokultúra Szövetséggel, a Biokontroll Tulajdonosával együtt szervezünk, aki a Magyar Bioközet meghatározó szereplője. Én 30 év vagyok a Biokultúra alelnöke, és 28 éve vezetem a Biokontroll Hungár nonprofit KFT-t. Az a mai rendezvény, illetve a mostani rendezvénysorozat egy ünnep a biogazdálkodás történetében, hiszen most először fordul elő az, hogy a biogazdák nem csak plusz pontokat, hanem plusz forrást is kapnak a, a pályázati fejlesztéseikhez kapcsolódóan, és ennek a, a szerepe óriási jelentőségű, nem csak a anyagi értelemben, hanem az elismerés szempontjából, és abból a szempontból is, hogy végre a kérésünket meghallgatták, és a döntéshozók hozzájárultak ahhoz, hogy a biogazdálkodók többlet forráshoz is juthassanak a fejlesztéseik során. Most azokat hívtuk meg erre a rendezvényre, akik a bioelőjöttük alapján részesülni tudnak ezekbe a pluszpontokba, mint egy 500 biofeldolgozó üzemet, hozzávetőlegesen 5000 mezősági termelőt, ezek között vannak növénytermesztők, legtöbben méhészek, gombatermesztők, állattartók és így tovább, akik eddig alapanyagot dolgoztak föl, de most a bio előjetük alapján plusz forrásokhoz is juthatnak a fejlesztések során, és a magyar biogazdálkodásnak egy nagyon gyenge területért azt, hogy nagyon alacsony a feldolgozottsági szint alapvetően, és ezzel a forrással fogjuk tudni segíteni. Akkor elemezzük a magyar biogazdálkodás szerepét, helyzetét, akkor tapasztaljuk, hogy vannak olyan gyenge pontok, ahol nagyon fontos a támogatás, ilyen az állattenyészt és ilyen a feldolgozottság növelése, és örülünk annak, hogy az Agrárminisztérium javaslatainkat meghallgatva ezekhez a fejlesztésekhez plusz forrás is hozzá tudott kapcsolni. Ezen kívül még meghívtuk azokat a szereplőket is, akik gondolkoznak a biogazdálkodás felvételén, feldolgozókat, akik abban fantáziát látnak és reménykednek abban, hogy a jövőben a termék, a, tájukat, a biotermékekkel is tudják bővíteni, Ugyan ők most még a bioelőjét hiányában nem juthatnak forrásokhoz, de a biogazdálkodás aktív szereplői lehetnek, és a jövőben talán, ha ilyen feltételeknek meg fognak felállni, akkor ők is ki lehetnek ennek a mostani pályázati lehetőségnek. Köszönjük a előadóinknak, hogy elvállalták az előadást az Agrárminisztérium részéről, azok, akik a pályázatok elkészítésében főszerepet vállalnak. Köszönjük azt, hogy a véleményeinket, javaslatainkat nagyon nagy arányban elfogadják és beépítik a pályázati felhívásokba. Ennek megfelelően a magyar források nagyon jól fogják tudni szolgálni a biogazdálkodás érdekeit. Köszönöm a pályázati írónak, hogy a részletekben menően be fogja mutatni, hogy milyen ö, igényeket kell kielégíteni az, hogy valaki nyertes lehessen ezen a pályázaton, és azokat a szakember kollégáinak az előadásait, akik évtizedek óta foglalkoznak azokkal a szakterületekkel, amelyeknek most a bemutatására vállalkoznak. Én is biztatom önöket, hogy figyeljék az előadásainkat, nyugodtan az a előadások alatt a programot, tegyék föl kérdéseiket, kérjük azt, hogyha ezen kívül merülnek föl javaslataik, észrevételik, azt folyamatosan küldjék a biokontroll felé, keressék a felületeinket, a www.biokontrol.hu felületet és a www.biokultura.org felületet, valamint a Facebookot. Nagyon sok hasznos információt tudunk rendelkezésükre bocsájtani. Nagyon jó példák vannak arra, hogy hogy lehet színvonalasan megvalósítani a biogazdálkodást, és az a jövő, amelyik előttünk van, az a modern biogazdálkodás, amely cégkitűzésnek tekintjük, és azt szolgáljuk, hogy minél inkább ennek a ö, elérését ö, ö, hozzájussanak a gazdák, az információk, és el tudjuk érni azt, hogy ez a modern biogazdálkodás megvalósuljon. Gyakorlatban láthatjuk ezt, hogy sok esetben a vegyszerek és közösségi ártalom nélkül képesek olyan produktumokat előállítani a gazdáink, amelyek versenyképesek a iparszerű gazdálkodással is, és mindazokkal a kockázatokkal, amelyeket a környezetnek okoznak, azokkal nem kell számolni, hiszen egy fenntartható, távolatosan feltartható rendszert működtetnek ilyen módon. A feldolgozók pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek az értékes, meg megtermelt élelmiszerek nagyon jó formába kerülhessenek a fogyasztók asztalára. Azt nyugodtan mondhatjuk a több évtizedes tapasztalatunk alapján, hogy nincsen feldolgozó üzem, amelyik kis átalkítással vagy, vagy úgy, ahogy van, ne tudna megfelelni az előírásoknak. Azok a szükséges változtatások, amelyek ehhez esetleg a jó előírások miatt kellenek, azok kis volumenek és általában könnyen végrehajthatók. kollégáink ezeknek a részleteit be fogják mutatni, Kérjük, hogy képessék figyelemmel a mostani programunkat. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ez a rendezvénysorat folytatódik. Június 6-án, csütörtökön lesz a kertészeti beruházások támogatására egy hasonló rendezvényünk, és június 19-én pedig az áttartó telepekéről. Mind a három esetben a feldolgozóknál, a kertészeknél és az állattartó telepeknél is. A bio előélethez kapcsolódó plusztámogatások jellemzőek, és nagyon bízunk abban, hogy nagyon-nagyon sok termelő-gazda fog tudni és ebből az új plusz forrásból, amelyikkel a feldolgozottságot, a végzett biotevékenységét nagy mértékben tudjuk javítani és elősegíteni. Úgyhogy azt kívánom, hogy egy jó színvonos tanácskozás legyen és hasznosítsák azokat az információkat, ismerteket, tudást, amit most megpróbálunk önöknek átadni. No, jó tanácskozást kívánok, köszönjük a figyelmüket!